az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Tekints kegyesen reám, könnyező szűzanyám, ki könyörögve borulok le eléd. Bizodalmam Isten után egyedül csak beléd helyezem, mert te szerető égi anyám vagy. Én erősen hiszem, hogy a Szent Kilenced melyett. Itt röviden mondd el a kért kegyelmet. Melyet végzek a te tiszteletedre, nem lesz hiába való, hiszen még sohasem hallottuk, jóságos anyánk, hogy ne segítettél volna valakin, aki hozzád folyamodott. Mindenkin akarsz könyörülni, ó drága könnyező szűz, mert kegyes és irgalmas vagy. Segíts is mindenkin, aki hozzád esedezik, mert erőd és hatalmad nagy. Nézz hát le, anyám, az én imámra is, és méltasd meg hallgatásra. Engedd elnyernem azt a kegyelmet, melyért te Szent Kilencedet végzem, ha az üdvömre válik. Ám te jobban tudod, szűzanyám, mi szolgálja az én igazi javamat. Éppen ezért szent közömbösséggel és megadással ismétlem szent fiat szavait. Mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tied. Elmélkedés. A segítő szűz. Ha valaki jóságos és hatalmas, segít azon, aki hozzáfordul szükségében. Különösen áll ez a könnyező szűzanyáról, mert ő Isten után a legjóságosabb és leghatalmasabb. Hogy mennyire akar és mennyire tud segíteni rajtunk, azt már számos esetekben bebizonyította kegyhelyén, rendkívüli, természet fölötti módon, csodákkal. Mária Pócs rövid történetében olvassuk a következő esetet. Nemes Policki Borbála, Policki József és Kádár Borbála 10 éves leánya, 7 éves korától mindig mankón járt. 1858. szeptember 12-én hozzáérintették a kegyképhez, és meggyógyult. Úgyhogy a templomból már saját lábain ment ki. Mankója a kegytemplom falán látható. De nem kell olyan messzire visszamenni a történelemben. Deák Antalné, orosz rabóci görög katolikus papné 16 éven át hiába igyekezett megszabadulni lábfájdalmaitól. Az 1943. augusztus 15-i búcsúra elzarándokolt Mária Pócsra, szívből óhajtva, bárcsak megkönyörülne rajta a könnyező szűzanya. Hazafelé menet Máté szalkán hirtelen megszűntek fájdalmai, s azóta is egészségesen hálálkodik a könnyező pócsi szűzanyának. Ezt maga a gyógyult és férje mondták el a könyvecske írójának. Ez csak kettő a Mária Pócsi kegyhelyen történt ima meghallgatások közül. Aki járt már Mária Pócson, az láthatta a kegytemplom falain a csodák és különleges ima meghallgatások emlékeit. A sok-sok márványtáblát, jelképes figurákat, mankókat, bilincseket és más egyéb tárgyakat. De mély kevés az, amit látunk ahhoz képest, ami rejtve van az emberi keblekben. Sokak csak szívükbe vésték bele. Örök hála néked, könnyező szűzanyám, hogy kegyeskedtél engem meghallgatni. Ha a saját életemben nem is emlékezném valami feltűnő ima meghallgatásra, csodára, biztos lehetek afelől, hogy a Szent Szűz számos esetben nyújtott nekem is segítőkezet, mely nélkül talán már elvesztem volna. Mert ha te nem állsz elő, könyörögve érettünk, kimenthetett volna meg minket annyi veszélytől, vagy kiőrzött volna meg mostanáig.
énekeljük méltán a májusi ájtatosságokon. Vajon hálás vagyok-e a szűzanyának azokért a kegyelmekért, melyeket tudtomon kívül ad nekem, vagy csak a csodát tartom érdemesnek arra, hogy megköszönjem? Erénygyakorlat. Ma többször megköszönöm a szűzanyának azokat a kegyelmeket, mellyel engem eddig elhalmozott. Könnyező szűzanyám, én erősen hiszem, hogy te ma is hatható segítségedet nyújtod minden hozzád menekülőnek. A bűnösök kemény szívét meglágyítod, a sírók könnyeit leszárítod, a nyomorgók ínségét enyhíted, ha pedig üdvösebb a szenvedés, akkor legalább segít szenvedni türelmesen. Semmiképpen sem megy hát el meghallgattatlanul, aki irgalmad ajtaján kopogtat. Ó, add, kegyes szűzanyám, hogy én is kövessem szép példádat, és tehetségem szerint segítsek az én embertársaimon. Hiszen, ó, könnyező szűz, én magam is csak akkor remélhetek irgalmat, kegyelmet, ha irgalmasságot cselekszem másokkal. Szent fiad mondotta, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Ezt ígérem most, amikor ismét eléd tárom alázatos kérésemet. Ó, hallgasd meg, hű imám, könnyező, szent szűzanyám, s add meg azt a kegyelmet, melyért hozzád esdeklek. Ámen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Könnyező pócsi szűzanyánk, könyörög érettünk, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Ha tetszenek a videóim, és még nem tetted meg, egy feliratkozással segítheted munkám, és egy megosztással, hogy videóm nagyon sok emberhez eljusson. Hiszen a te ismerőseid között is lehet olyan ember, akinek segítséget nyújthat videóm tartalma. A Mindig van remény című könyvem és CD-m, és az általam összeállított imafüzet, a képernyőn látható e-mail címen keresztül megrendelhető, valamint ha érdemesnek tartod rá csatornámat, akkor a videók alatti leírásban van lehetőséged a támogatásra is. Köszönöm!